Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon, én Petra vagyok, és a mai videóban a Barbie kihívás következő részét hoztam el nektek, illetve a mai napon, bocsánat. Szóval a mai napon is, mint mindig, arra fogunk törekedni, hogy minél több, minél előbb elérjük a mérföldköveinket, illetve hogy minél előbb teljesítsük az életcéljainkat, illetve most már a munkára is valahogyan rá kéne feküdnünk, és kicsit jobban foglalkoznunk vele. Úgyhogy most úgy gondoltam, hogy a festészetre fogunk főleg oda koncentrálni, tehát hát ez aztán nagyon szép szó volt. Szóval a festészetre fogunk főleg koncentrálni, és a festészetet fogjuk előtérbe helyezni. Illetve szeretnék Kennel is egy kicsikét közelebbi kapcsolatba kerülni. Meglátjuk, hogy sikerülni fog-e. Most egyelőre még azt nem tudom, de minden esetre szeretnék mindenképpen eléggé nem átgondoltak a szavaim és a mondataim, sajnálom. Szóval szeretnék elkezdeni vele ismerkedni, tehát hogy egy kicsikét közelebbi kapcsolatban legyünk vele, és igazából ezt szeretném most így szorgalmazni ebben a részben. Na, örülök, hogy mindent sikerült elmondanom az alatt az idő alatt, amíg Barbie aludt, és nem tudom még meddig fog aludni, gyorsan megnézem, hogy állnak a szükségleteink. Oké, egész jól vagyunk. Skipper szeretne átjönni, de én most nem szeretném, hogy átjöjjön, illetve ez a csávó is szeretne átjönni, én viszont szintén nem akarom, hogy ő átjöjjön. Úgyhogy miért vagy annyira, ahogy kiderül a titok attól, hogy több. Mindegy, nem reagálunk semmire, szóval semmire nem fogunk reagálni. Csinálgatjuk a festményeinket, úgyhogy most csináljunk is egy pici kicsi absztrakt képet, igen, egy pici kicsi absztrakt képet, és az nekünk úgy jó lesz. 13 óra múlva megyünk dolgozni, úgyhogy az alatt, az idő alatt valószínűleg sikerülni fog azért befejeznünk néhány festményt, remélem. Ó, most meg én megkaptuk ezeket a kis achievementeket, köszönjük szépen, tudom, minden rendben van, és ez egy mestermű lett? Ó, na nem mondod, de sok pénzt ért, na. Meg még fénypontot is kapunk, persze, hogy adjuk el, légy szíves, köszönöm. És akkor csináljunk még egy absztrakt képet, egy ilyen kicsi absztrakt képet. Most hogy áll a fénypontunk, pontjaink? Elég jól egyébként, elég jól. Ez egy nagyon szép kép lett, és ez is mestermű lesz, úgyhogy nem akarom eladni, de eladom, mert nagyon sok fénypontot kapunk szerintem ezért. Igen, eladjuk. Majd megtartunk egy párat, az biztos. Most menjünk el WC-re, és utána pedig együnk. És természetesen folytassuk a... ki kéne fizetni a számlákat, úgyhogy valamit adjunk hozzá a Instagram sztorinkhoz. Tudom, ennek nem volt semmi értelme, de hirtelen megláttam, és miért ne. És fizessük ki a számlákat. Jó, eszünk, rendben, és akkor mehetünk vissza festeni. Ezeket majd később választunk, viszont itt kaptunk egy quirk-öt. Akkor váltsunk el gyorsan, és ezt szeretném teljesíteni, mikor megyünk. 3 óra múlva megyünk dolgozni, úgyhogy beautiful image, perfect. It's perfect. Barbara has gained 12 followers, és 12 follower-e van még csak. De menjünk vissza festeni egy popárt, egy kicsi popártot, mert azért szeretném, hogyha még egyet befejezne, mielőtt még elmennénk dolgozni. Oké, egy óra múlva megyünk dolgozni, de hogyha a cica állandóan megzavar minket, nem hiszem, hogy nagyon gyorsan meg fogjuk festeni ezt a festményt. Így nem leszünk kész, de készen vagyunk. Készen lettünk vele, és mestermű lett. Szuper! Szuper! És ezt is el tudjuk majd adni, úgyhogy amikor hazaértünk, akkor adjuk el, de addig is dolgozzunk keményen. És pont nem léptették elő, pedig tök gyorsan ment fel a performance-a, a fellépés, vagy hogy is mondják. Adjuk el gyorsan ezt a festményt, jó. És egy kis szórakozásra lenne szüksége, illetve ezt meg kéne ennie, úgyhogy ezt együk meg. Ezt takarítsuk ki. Akkor menjünk el WC-re, és egy kis szórakozásra vágyik, mint mondtam. Vegyünk egy habfürdőt, és utána nézzünk meg egy filmet, és közben pedig majd beszéljünk... Cooking Channel? Nem. Nem. Várjatok, mit nézzünk? Culture Network, mondjuk, és közben majd beszélhetünk Kennel, majd felhívjuk őt,
Absolutely excellent meal. Még mindig mondom, mint ahogy eddig is mindig mondtam, hogy meg kéne változtatnunk Barbie-nak a kinézetét, de annyira lusta vagyok, hogy egyszerűen nem akarom. Nem akarom. Nem akarom. Meg egyébként tetszenek nekem a ruhái, úgyhogy nem akarom nagyon megváltoztatni, de persze majd, hogyha olyan nagyon fancy kis csaj lesz, vagy minden, akkor persze meg fogom változtatni. De nem tudom, most én még nem akarom megváltoztatni. De hát majd meglátjuk, ez mi akar lenni, milyen mindegy. Oké, nem igazán ment fel a szórakozás attól, hogy vettünk egy habfürdőt, reménykedtem benne, hogy egy kicsikét legalább fel fog menni. De nem ment föl, úgyhogy muszáj azt a filmet néznünk, és közben beszélgessünk Kennel. Chat. Igen. Oké, föl is ment a szórakozásunk, és csinálhatnánk egy kicsi pop art képet, és akkor legközelebb majd a legnagyobbat csináljuk, a legnagyobb pop art képet, és akkor talán az még ennél is többet fog érni, talán. Remélhetőleg. Oké, ez is egy mestermű lett, úgyhogy ezt is eladjuk szépen, mert ezt is már 50 000-szer megfestettük ezt a festményt, és akkor csináljunk most egy nagy pop art képet, és nézzük, hogy alakul a hírességi izénk, nem tudom micsodánk, egész jól egyébként, már hamarosan a második csillagnál leszünk. Halljátok gyerekek, én itt várom, hogy Serafina mikor fog felnőni, és erre rájöttem, most jöttem rá, hogy ki van kapcsolva az öregedés, vagyis nem fog felnőni. Ej, na jó, ügyes vagyok én is aztán. Tényleg már nagyon vártam, hogy fölnőjön, de mindegy, nem fog fölnőni. Úristen, ez egy gyönyörű kép, én ezt nem akarom kidobni, vagy eladni. Ezt rohadtul megtartom. Hát ne cseszünk, nem is lett mestermű, hál' Istennek. Na, ezt megtartjuk, ez egy nagyon jó kép lett. Csináljunk még egy ilyen nagy pop art képet, és akkor meg lesz a következő mérföldkövünk, és akkor az azt jelenti, hogy kifizettem a számlákat, nem? Nem fizettem ki, akkor mindjárt kifizetjük. Oké, megvan a mérföldkövünk, és ez se lett szerintem. Nem lett. És 5 mesterműt kell csinálnunk, és csináltunk már vagy 50 000-et, de mindegy. Mindegy, csinálunk még. Akkor menjünk el WC-re gyorsan, és aztán pedig együnk. És mikor megyünk dolgozni? 2 óra múlva, vagyis le kéne feküdnünk aludni közben. És megnézhetnénk egyébként a kis jutalmainkat, mert így nagyon tök jó lenne, hogyha az összeset megszereznénk. Mindig eltéveztem, hogy hol vannak, úgyhogy nézzük is meg. 8460 pontunk van, és nézzük meg, hogy miket lehet megvenni. Never need to socialize. Forever full. Never need sleep. Ez tök jó lenne. Needs no one. Nekem ez kéne. Ezt megvesszük. Need snow want, és nézzük meg, hogy mit lehet még megnézni. A fair tilt, az még nekünk nem kell. Never get tense. Ó, tökéletes, mert mostanában ez a problémája állandóan, hogy tense lesz állandóan. Úgyhogy ezt a 2 megvettük, szuper. És akkor most sosincs szüksége szociális interakciókra, úgyhogy nincs szükségünk senkire az ég világon. Ez tök jó. Go to work. Hogy gondolhatja azt, hogy nem megyünk dolgozni? Már nem azért. És work hard természetesen, és szerintem most elő fogják léptetni. Arra gondoltam egyébként, hogy megcsinálhatnánk a Positivity Challenge-et, lehet, hogy jobban alakulna, mint ahogyan ugye Skipperrel alakult a Get Famous sorozatomban, úgyhogy na, elő is léptették, szuper, és most hányadik, még csak az 5. jó, nem baj. Tök jó lenne, hogyha megcsinálnánk, és akkor ezáltal ismerkedhetnénk Kennel. Mert akár alkalmazhatnánk azokat a dolgokat, amiket alkalmaznunk kell a Positivity Challenge megcsinálásában, amiket Kennel, vagy hát, hogy amiket kell Kennel, értitek? Nem magyarázom túl. Jézusom, te meg mit csinálsz amúgy? Raquel, te mit csinálsz? Te szerencsétlen, te! Ez csodálatos. Oké, ahogy látom, Raquel el van. Csináljad csak, próbáld meg. Nem hiszem, hogy sikerülni fog, de próbáld meg belegyömöszkölni. Takarítunk most. Ezzel picit megy föl a szórakozásunk, ugye? I'm bored. Nem szeretnék rá kell veled együtt lógni, mert nem szeretjük egymást mi annyira. A takarítással mindjárt felmegy a szórakozásra, esküszöm.
Egyébként nem tudom, hogy mit gondoltok a házról, de nekem annyira tetszik, hogy ilyen rózsaszín. Nem tudom, hogy miért. De nagyon tetszik valamiért, nem tudom. Van kis cuki. Örökké fogod azt takarítani egyébként? Mert már tiszta egy ideje, de mindegy. Legalább fölment a szórakozásra, csak így néztem, hogy mikor fogja abba hagyni, hát valószínűleg egy kicsit bebagolt oda, de mindegy. Gyorsan menjünk még el fürdeni, nem is értem, hogy miért nincsen zuhanyzónk egyébként. És aztán pedig menjünk el aludni. És tök jó lenne egy olyan izé, hogy amikor már Kennel járnak, akkor kezdi el írni a könyveket, és megírja a történetüket, nem? Tök jó lenne. Nagyon kis romantikus lenne. Oké, Harvest Fest van, de én ezt kiixelem miatt még megint... Ah, ott vannak a törpök. Nem akarom azokat a törpöket ide. Menjetek innen, sít. Hol van a negyedik? Itt, vagy a harmadik? Itt van. Jó, a cicának is van egy kis szőrcsomója, nem baj. És a cicának meg kéne tölteni a kajását, mert ahogy láttam, üres. Erre figyelnem kéne. És menjünk el WC-re, és aztán pedig ehetnénk. És utána pedig áthívhatnánk Millie Bobby Brown-t. Negotiate bónusz. Oké. Vagyunk valamit hozzá az Instagram, a Simstagram storyinkhoz, mert lassan kezd, hogy is mondta, hogy elhalványulni a hír nevünk. Valami ilyesmit írt ki a játék. Oké, és azt nézem még, hogy kifizettük-e a számlákat. Igen, kifizettük, jó. És hamarosan jön, itt is van Millie Bobby Brown, és issue. Köszönöm szépen, ezt ide rakjuk, itt nagyon cukin fog kinézni. Select New Aspiration Challenge-re menjünk át, és hívjuk át Kent, hogyha remélem, hogy átjön egyébként. De öltözzünk fel előtte, úgyhogy légy szíves, öltöz föl. Hello, Ken! Szia! Na nézzük! Perform. Ó, kell találkoznunk egy új emberrel. Telfáni Story. Ez itt van. Good deed. Oké. Mit van, New Sim? Az meg volt? Hogyan volt meg? A scan volt? Na mindegy, megcsináltuk, úgyhogy az a lényeg. Oké, megvan az első milestone. Jó. Perform 5. Five good deeds. Telfáni Story megint. Friendly és Brighten Day. És igazából ezt a kettőt tudjuk ismételgetni, amit kihoz nekünk. Egyébként milyen kis aranyosak, nem? Főleg Ken. Nem tudom, hogy láttátok-e már egyébként Kent itt ebben a sorozatomban, vagy sőt, bárhol máshol. De Ken így néz ki. Ja igen, amikor megcsináltam, akkor láttátok, de most még egyszer mutatom nektek, hogy ilyen csodálatosan egy gyönyörű férfi. Igen, életem legjobb színe, soha többet nem fogok tudni ilyet csinálni. Na mindegy. Úgyhogy tök jó lenne, hogyha Telfáni Story megint, kérlek, legyen meg az a következő good deed. De megvolt már, akkor most miért nem? Na, nem is értem, mindegy. Oké, mit szólnátok, hogyha lemennénk inkább ide, és Nikki. Szia, Nikki. Ismerkedjünk meg Nikivel. Ő szerintem az egyik barátnőmnek a húga. És akkor rajta vele próbáljuk meg megcsinálni az első mérföldkövünket. És miért beszélgetnek a vállásról? Hát egyikük se volt még házas, szerintem. Oké, és a következő az mondjuk legyen, ha megtalálom, nem fogom megtalálni, mert nincsen több. Oké, akkor a Fanin belül még mindig a Funny Story. Hát sajnálom. És Good Reputation följebb ment, szuper. Viszont a dídünk nem, a dídjeink, úgyhogy menjünk oda még valakihez, mondjuk Vírhez. Elég érdekesen néz ki. És friendly, cheerful, good reputation. Megint jó, és funny, the funny story. Nem értem, hogy miért nem jó neki az, amit beírok. Így tele van kajával. Figyeljétek. Nem tudom, hogy most mit csináljunk. Ott van Penny. Penny. Szia. Penny, Penny. Penny-t akarom. De lehet, hogy itt van ez a csaj is. De mit keresel itt amúgy? Telefáni sztori.
Megint. Olyan jó funny story. Itt vagy, visszajött. Én ezt esküszöm, nem értem. Nem értem. Te funny story. És nem kapjuk meg. Miért nem kapjuk meg? Brighton Day. Próbáljuk meg a Brighton Day-t. Valahogyan ennek sikerülnie kell, és sikerülni is fog. Engem nem érdekel. Akkor Brighton Day. Keressük meg ezt az opciót. Csak a funny van itt. De arra meg nem kapjuk meg, hogyha azt írjuk be neki. Akkor... Akkor tudjátok, mit hagyjuk a francba, és folytatjuk majd. De addig is váltsunk vissza ide. Opa, nem erre. Erre. Meg kell szoknom, és csinálnunk kéne mestermunkákat, vagy mesterműveket, úgyhogy csináljunk is. Mi a franc ez? Ilyen kis... Láttátok? Ilyen kis izéja volt a kis fejnek ott alul. Na mindegy, 16 óra múlva megyünk dolgozni egyébként. Jaj, csak excellent minőségűeket fest. Hát ez szomorú. Menjünk vécére gyorsan, és folytassuk. Hát nem tudunk mit csinálni, úgyhogy folytassuk. Mondjuk a classic painting, small classic painting. Gyerekek, hogyha ez mestermű lesz, akkor én kiugrok ezen az ablakon, ott a Sims-be esküszöm, ott a Sims-be bemegyek, és kiugrok azon az ablakon.
Csináltam én már mindenféle képet, bohócról, meg nőről, meg cicáról, meg mindenféléről, de... És nem lett mestermű. De illik ide, úgyhogy ezt ide kirakom. Vagy nem. Vagy csak berakom az eszköztárba, de nem lett mestermű. Akkor nem ugrok ki az ablakon, akkor csináljunk egy nagy popárt képet. Mert mindent kipróbáltam, és semmi, semmi az ég világon. Na végre, készen van az első masterpiece. Na, igen, eladom. Fú. Szórakozásra van szüksége. Megjavíthatod ezt. Ez pedig, úristen, mi van itt a fürdőbe? És a cica ott alszik a vízbe? Ezt ki kéne válogatni, és aztán majd kidobni. Mit írtak? Oké. Haj. Figyelj! Go to work. Ah, nem hívom, most már elmegyek majd dolgozni inkább, és majd folytatjuk valamikor a positivity kihívást. Work hard. Valami itt bűzölök, de hogy micsoda? Mert hogy nincsen benne amúgy olyan dolga, amit ki tudna dobni. Hát mindegy. Ez van. Jó, amikor hazaért, nem hisz majd előléptetik egyébként, akkor hazaért, akkor szórakozásra lesz szükség, úgyhogy menjünk kijátszani. És miután játszottunk, elmehetnénk fürdeni. De igazából nem kell teljesen fölvinnünk, mert van ott eltakarítani való, úgyhogy igazából így elég lenne. És használjuk, és ezt takarítsuk ki, ezt is takarítsuk ki. És aztán pedig menjünk el aludni.
Wow, papagájokat festünk, de király! Na, hogyha ez nem lesz mestermű, akkor nem tudom mi. Tök jól néz ki, és hú, de nagyon fáradtak vagyunk. Miért vagyunk ennyire fáradtak? Kilenc óra múlva vagyunk dolgozni, és a napi feladatunk hamarosan kész. Gondolom, amikor kész vagyunk, nem. És nem lett mestermű? Hát ezt esküszöm, nem hiszem el. Akkor csináljunk egy nagy popártot. Hátha. Na, ez az előbb is mestermű lesz, úgyhogy remélem, hogy most is mestermű lesz. De legalább a déli teszkünk készen van. És 8-ra múlva megyünk dolgozni, ami azt jelenti, hogy ezt befejezzük, és utána szerintem mehetünk aludni. Ja. Bár Szerafinának is van valami nyomora. Például, hogy megromlott a kajája. Mit ki kéne ürítenünk. És ez most nem lett mestermű. Mit csináltál máshogy, Barbie? Na, ezt töltsük meg, és hívjuk enni, és aztán menjünk aludni, és jegelhetjük egy kicsit ezt a... Ja, látjátok, az volt a baj, hogy nem evett. Pedig ott voltak, ha én nem is értem. Szóval azt akartam mondani, hogy jegelhetjük ezt a Paintert, és megpróbáljuk csinálni a positivity kihívást. De csak miután hazajöttünk majd a munkából. Host with the most. Host 50 bronzor better social levels across all sims. Oh, okay. Köszi. Oké, mindenünk fönn van. Jó. Akkor menjünk el a WC-re. Megyünk egy... Ó, nem, megyünk dolgozni, úgyhogy menjünk dolgozni. Oké, szerintem elő fognak minket léptetni most, biztos vagyok benne, mert már kipipálódott ez a cucli-mucli. És kíváncsi vagyok, hogy most mit fogunk kapni, vagy kapni fogunk-e valamit. Nagyon várom, hogy meglegyen az az ágy, az a csodálatos ágy, amit én annyira szeretek, és a Perfect Genetics kihívásomban is annyira vártam, hogy megkaptuk, és annyira jó érzés volt, hogy megkaptuk. Nagyon-nagyon jó érzés. Ah, nagyon várom.
Tudjátok, hogy melyik életcélt kéne megnéznünk? De csak megnéznünk. Mindjárt mondom. A Fortune. Aha, ezt a kettőt. Ezekkel hogy állunk? Egész jól? Oké. És a másikkal hogy állunk? Ezzel állunk valahogy? Igen, ezzel is állunk valahogy. Oké. Kaptunk egy napraforgós vázát és új ruhákat. Szuper, előléptetek minket egyébként nyilvánvalóan. Own 15 pieces of art. Oké. Jó. Akkor mit csináljunk? Játszunk. Mert miért ne? Sims-el játszunk. Sims-ezünk egy kicsit, aztán most át fogunk... Várj, a location az hogy áll? Donate to protester. Igen, azt tudom, hogy hol szokott lenni, csak azt nem tudom, hogy mikor szokott ott lenni ez a Donate to protester. Nem hiszem, hogy este 6-kor szokott lenni tüntetés. Mindegy, azt majd hagyjuk. Renaissance Sim. Jó. Ott semmi. Igen, és akkor atlétika megvan. Positivity Challenge. Jó. Akkor hívjuk át Kent. Ken. Gyere már át, léci. Lécike. Köszi. Valami meg jöjjön ide. Gyere, Ken, gyere. Hú, mi az a cucc rajtad? Hí, na. Funny. Te funny story. Kérlek. Kérlek. Most takarítasz, hogy mit csinálsz? Ja, takarított. Ő rájött, hogy hogyan kell kivenni a hűtőből a koszos tányérokat. Mi nem jöttünk rá. Hello. Nem hiszem el, hogy nem tudom. Hogy nem megy. Egyszerűen nem megy. Pedig én mindent jól csinálok. De legalább illik a... utcai egymáshoz. Mindent jól csinálok, esküszöm, de... De nem. Oké, nézzük meg akkor a... Hol van? Várjatok. Elvesztem. Love, soulmate. Be married to BFF. Oké, akkor ez a következő. Akkor semmi. Popularity. World Famous Celebrity. Ó, ezt nem is látom, hogy van új. Two Star, az még nincsen meg, de majd meg lesz. Miért romantikáztok? Egy szóval sem mondom, hogy romantikázzatok. Még nem szabad. Brighton Day, kérlek! Na. Hol vagyunk? Hol vagyunk? Challenge. Brighton Day. Megölöm őket. Meg fogom őket ölni. Ezeket is, hogy nem tudok rájuk kattintani. Tudjátok mit? Akkor áthívom mondjuk Terezát, és meglássuk. Gyere át, légy szíves, Tereza. Köszönöm. Szia, Tereza. Csak egy esernyő látszik belőled. Oké, itt is vagy. De csini a rucid. Na, próbáljuk veled. Tell funny story. Mi baj van a játékkal, vagy mivel van gond? Én ezt egyszerűen nem értem. Hagyjuk a francba, engem nem érdekel, menjél WC-re. Nem érdekel, nem lesznek posztereink. Nem érdekel, hagyjatok békén, hoppá. Takarítsa. Akkor ne takarítsál. Ó, Tereza, te most komolyan ott leálltál jogázni? Mondjuk fontos, meg minden, csak... Érted? Kiviszed a szemetet? Jó, akkor csináljunk mi kaját. Mondjuk... Cioppinót. Fading, cseszd meg! Nem is fadingelek.
Nem tudom, miről beszélsz. Itt van egy kis kaja amúgy. Erre a pultra kéne tennem valamit, hogy ne ide tegye állandóan a kaját. Oké, ezt kiürítjük, és utána fill and call Serafina to eat. Jó, és akkor most csináljunk egy nagy klasszikus festményt. Egy klasszikus kis öböl, és nem mestermű. Abstrakt. Nagy abstrakt. Kérlek, egy óra múlva egyébként menjünk dolgozni. Sőt, most megyünk dolgozni, úgyhogy siessünk dolgozni, és majd, hogyha hazaérünk, akkor befejezzük ezt a gyönyörűséges festményt. Dolgozunk természetesen keményen. Portfolio piece. Az utolsó darabkáját a portfóliójának meg akarja csinálni, és ezért hívott oda egy modellt, akit le tud festeni. De két session után, az nem tudom mi, a modell elhagyta a várost családi problémák, családi vészhelyzet miatt. Tiszta bűvel és boszorkák, nem? Családi vészhelyzet. Be kell fejeznie ezt a memóriájából, vagy hogy mondjam, vagy újra kezdenie. Finish from memory. Everything is perfectly in proportion. Who needed a model anyway? Jól választottunk, szuper. Ez se lett mestermű. Csodálatos, akkor egy nagy impressionistát akarok. Ez se lett mestermű. Csodás! Hát akkor ez a rész nem volt túlságosan sikeres, de mindegy is, most befejezem inkább, mielőtt még szívbajt kapok. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai részben is, és remélem, hogy azért tetszett nektek. Én nem tudom, hogy miért nem fest mesterművet, azt sem tudom, hogy miért nem tudom megcsinálni azt a hülye positivity kihívást, de mindegy. Azért köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem tetszett nektek. Remélem tetszik nektek a továbbá az új külső is, mármint hogy az én fejem új külsője, mert nem a fejemé, hanem a kameraképnek az új külsője. Nekem nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy találkozunk a következő videóban. Sziasztok!